Kamarás István vallásszociológus, egyetemi tanára vendégünk. Vallásszociológus, olvasásszociológus, és nagyon sok mindent csinált, és majd abban segít, hogy a neve után levő OJD, ugye az mit jelent? Az Ordo Iuculatorum Dei, vagyis... Hát így lehetne lefordítani, hogy Isten bohóca rendjének tagja, igen. De hát ezt mondjuk így egy inkább irodalmi munkásságomhoz fűzöm hozzá, bár sok írásomat így jegyzem. Ez egy rendetlen rend, amely ökumenikus, sőt van nem vallásos, agnosztikus tagja, de a témához kapcsolódik, hogy tagja ennek Bér Miklós is, aki Ferenc pápa nagy tisztelője. Igen, és Váci püspök mellesleg. És a Klubrádió gyakori vendége. És amiért kértem, hogy jöjjön el és beszélgessünk, az a pápai megnyilatkozások, amelyek láthatóan a politikai életben nagyon sok vitát kavarnak. És hogy hallgattam most legutóbb, hogy Krakkóban miket mondott, de hát ez már nem először fordul elő, hogy ilyesmiket mondtam, menekültek befogadásáról, az irgalomról, az európai kötelességről. Azon gondolkoztam, hogy Ferenc pápa az egy megválasztás, az egy kisiklás, egy tévedés volt vajon a katolikus egyházvezetői részéről, vagy azért a többség ott is úgy látta, hogy szükség van valamilyen megújulásra. Nem nagyon szivárogtak még ki a pápa választásról, hírek megalapozott feltevések vannak. Hát, hogyha nem elsőre, meg eléggé padhelyzet volt a mellette, ellene, vagy a különböző irányzatok között, és van egy olyan feltevés, hogy ő, aki... Hát sokszor ez nem látszik, néha igen, egészségileg egy rozoga ember, esetleg már csak egy-két évig él, és addigra majd kialakul a padhelyzetből valami egyetem. Jöjjön egy ilyen átmeneti emberne gondolták? Ez többen mondják, de ezek csak feltevések mind. Ez érdekes, mert a katolikus egyház közelmúltbeli történetében talán néha ezek a pápák tették a legnagyobb változást, 23. János, igen, akinek persze csak néhány év adatott meg, de hát, hogy a katolikus egyházban a II. Vatikáni zsinattal a változásokat abszolút ő indította. Ő volt a paradigma váltó, és ha már a neve szóba került, ugye ez nagyon érdekes, hát persze a szenté avatás is, mint oly néhány szent ügyek, nem mindegyik, egyben egyházpolitikai-politikai ügy, meg kellett történnie a szenté avatásnak, hogy a reformpápa és a lengyel pápa egyszerre avatódott szenté Ferenc pápa által, és a lengyelek nehezményezték, egyes lengyelek, de elég sokan, egyszerű hívek is, főpapok is, hogy sokkal lelkesebben méltatta 23. Jánost, mint a lengyel pápát a szentéavatási méltatásban. Hát én annyira nem ismerem persze a tevékenységüket, de mintha közelebb állna ideológiailag Ferenchez 23. János. Igen, ez elég egyértelmű, ugye a 23. János, aki tényleg azt lehet mondani, valahol alulról jött, alsóbb osztályokból, nagyon-nagyon szegény szegényekhez közelebb volt, Ferenc pápa pedig hát már Dél-Amerikában is egy eléggé, hát hogy is mondjam, közel a felszabadítás teológia baloldaliságához, a szegények mellett radikálisan kiállt. A radikalizmus itt nem is annyira a felszabadulás teológiájának a marxizmusa, tudjuk, hogy voltak ott marxista beütések, hanem inkább egy jézusi radikalizmus, amit azért nem minden pápa képviselt olyan módon, mint Ferenc. Igen, azon gondolkoztam, amikor mondta, hogy hát lehet, hogy Ferencet csak átmeneti pápának választották. De hát tudták, hogy honnan jön, tudták, hogy mit csinál, tudták, hogy Latin-Amerikában a felszabadítás teológiája milyen rettentően erős, és hogy a latin-amerikai egyházi vezetők már évtizedekkel korábban azt mondták, hogy nekik igenis a szegények mellé kell állni, ugye ez a Medellini híres pápai vagy püspöki gyűlésük volt. Tehát, hogy azért ez nem volt zsákba macska. Nem, és hát mellett, és tulajdonképpen ezen az oldalon is sokan álltak, ami végül is örvendetes az egész világ szempontjából, hogy a katolikus egyházban azért ez az oldal is elég erős volt. Ez az oldal, meg a másik oldal, mondjuk egy konzervatívabb oldal között alakult ki padhelyzet. Az előző pápa választáson is már voltak közép-dél-amerikai jelöltek, egyik a szaxofonozó bíboros, tehát voltak már ilyen, hogy is mondjam, Európában
nézve ilyen alternatív figurák. Hát, vagy modernebb emberek, hát nem? Igen, akik igen, nyitottabb emberek, igen, igen. Most egy pápának, mert tudjuk a tévedhetetlenség, a hierarchia, minden, de hogy valójában mekkora ereje van, vagy szava, mert hatalma, a Sztálinoktól tudjuk, hogy hány hadosztálya van egy pápának. Igen. Szóval, hogy mekkora lehetősége van arra, hogy a saját elképzelését ezen a hát rettentő nagy, és szerintem milliárd embert hívőt számláló szervezetben érvényesítse. Bővítsük ki az egész emberiségre, mert jelen pillanatban is azt hiszem, vagy egyedül, vagy holt versenyben a legnépszerűbb ember a Földön a pápa, a katolikusok körében már nem egyértelműen, Lengyelországban már egyáltalában nem, tehát katolikus egyházban megosztó személyiség, éppen a nagyon következetes szegények melletti, és bocsánat, még egyszer megismertem, jézusi radikalizmus, tudni, hát az evangéliumnak van egy ilyen szerintem rendkívül hiteles értelmezése. Hát meg kell nézni, hogy Jézus kik mellett és hol működött prédikát a legszegényebb zsidó tartományban. A példabeszédei szőlőmunkásokról, pásztorokról, földművesekről, halászokról szólnak, tehát tulajdonképpen a társadalom alsó rétegeiről. És hát ugye ezt a gyakorlat nem mindig egyformán vette figyelembe az egyház. Igen, tehát a gyakorlat ettől azért időnként elvált a következő 1500-2000 évben. Természetesen, hogyne. És hát erre is utal egy nemrégi nyilatkozatba, ez talán Krakóba utazva, vagy Krakóból hazatérve, vagy mindkét alkalommal, hogy amikor hát a iszlám terrorizmusról volt szó a beszélgetésben, keresztény erőszakról és keresztény terrorizmusról is beszélt pápa jelenben, és természetesen ezt egy olyan egyháztörténeti szemlélet, ami azért már az utóbbi időben Vatikánban is megjelent, erről tudomásul vesz, sőt időnként még bocsánat, hogy itt is kér a Vatikán ilyenfajta erőszakosságok miatt. Igen, boszorkányokkal, Kopernikusszal szemben. Bár az mondjuk jó, az rég volt, de valóban lehet, hogy nem fel az inkvizíciót, és nem tudom, mit fel, hány torgatni a mai katolikus egyháznak, mert hát 500 éve, igen, mert azért mégiscsak 500 éve, vagy nem tudom hány éve ezelőtt volt. De ugye ez, amit most idézett, hogyha jól emlékszem, egy újságíró kérdezte meg Lengyelországból hazafelé a repülőgépen, hogy mit gondol az iszlám erőszakról, és azt mondta, hogy ha az iszlám erőszakot fölvetik nekem, vagy terrorizmust, akkor a katolikust is kellene, mert hányszor találkozom olyan hírekkel, hogy Olaszországban valaki megöli a feleségét, vagy egy ismerősét, pedig megkeresztelt katolikus. A polgári életben, és ebben bőven részt vesznek egy olyan országban, legalábbis névlegesen a katolikus többség van, igen, erre utalt ő, hát nyíltan szellemesen, sokak számára szemtelenül. A kérdés egyébként, a kérdésre adott válasz, de mondom, ez többször is előfordult, szóval abban kezdve, hogy háború van. Igen. Na most ugye ez, hogy háború van, egy másik interjúban egy hadtudományi szakemberrel beszéltem, és ő kifejtette, hogy mi a világháborúnak a három kritérium, és most szerencsére most nem működik. Nyilván metaforikusan értette a pápa, hogy háború van, de hogy ugye a világháború, hozzájább három kontinensen kell háború, de mind az összes kontinensen van ilyen értelemben háborúskodás, erőszak, a különböző politikai és gazdasági érdekek jegyében, ugye erről beszél pápa, és szerintem most a második része a mondatnak a fontos, hogy viszont nincs vallásháború. Uh-huh. Nincs vallás, tehát nem, most ő nem, hát igen, mondjam, itt azt mondja, hogy a szegények és a gazdagok közti háború, az eloszlás közti háború. Az iszlám fundamentalizmus, vagy akár az iszlám államnak a véres terrorisztikus akciói nem vallásháborúk. És valóban ezt egy vallásszociológus is igazolni tudja. És hát persze most nem akar, ő sem akart, én sem akarok történeti fejtegetésekbe, hogy az úgynevezett vallásháborúba, hát mennyire valóban a vallások lényege ütközötte össze, nem ütközhetett, most tekintsünk el periférikus vallásoktól, akkor azt lehet mondani, még az olyan vallások is, ahol nincs Isten, mondjuk buddhizmus, tehát a nagy világvallásoknak a
hogy is mondjam, a krédói egyértelműen békére és erőszakmentességre hivatkoznak. Így igazából... Na de azért nem volt olyan háború, hogy a papok ne áldották volna meg a katonák zászlóit. Az ugye más kérdés, hogy mellé álltak volna olyan ügyben, amikor valakik ideológiaként használták a vallást érdekeikbe, és az egyház természetesen, és ez borzasztóan fontos, ugye a keresztény egyházak is, talán remélhetőleg a mai napig, mert most már nagyjából ezekbe az években, évtizedekbe múlik el valami, amit úgy neveztek, hogy keresztény társadalom, idézőjelbe mind a két szót, mely olyan fajta kereszténység, amely szorosan összekapcsolódik politikai hatalomhoz és politikához. Ennek van már vége, ezt nagyon nehéz elfogadni Lengyelországban is, Magyarországon is, és már elég könnyű elfogadni tőlünk nyugatabbra. Kamarás István vallásszociológus a vendégünk, egy pici reklám, és mindjárt folytatjuk. Kamarás István vallásszociológus továbbra is a vendégünk, és Ferenc pápáról, Ferenc pápa politikájáról beszélünk. Szóval nyilván azért az mindig egy vitatható terep, nem, hogyha egy egyházvezető, egy vallási vezető, főleg egy ilyen, akire mindenütt figyelnek a világban, tehát nem csak a katolikus világban, mégiscsak politikai kérdésekben foglal állást. Tehát nem biblia értelmezést tesz meg, hogy a misét így kell végezni, úgy kell végezni, hanem megszólal alapvető globális kérdésekben. A környezetvédelemről adott ki enciklikát, ha jól emlékszem, ugye, a bevándorlók, vagy a menekültek mellett nagyon határozottan kiállt, tehát pár évvel ezelőtt, egy-két évvel ezelőtt maga ment egy ilyen kikötőbe, és ott ő fogadta az Afrikából áthajózókat, ugye ott talán Lampedusánál környékén, nem vagyok biztos. Szóval, hogy egy tanulmányozta a szennyezett tengervizet. Igen, szóval egy csomó olyan gesztus tett, amit inkább világi politikai vezetők szoktak tenni, vagy nem tenni látványosan. Igen, igen. Ugye a második vatikáni zsinat jelzi, hogy jelen kell lennünk a világ dolgaiba, a világi dolgok nem szembeállíthatók a szent dolgokkal, és hát mondjuk nagyjából a zsinati pápák egészen Ferencig megpróbálták távolságot tartani a két nagy politikai pólustól. Ferenc pápa esetében úgy érzem, tehát volt már egy paradigmaváltás a távolságtartással. Ferenc pápa esetében van még egy váltás, és ez borzasztóan fontos, hogy kérem szépen, kedves hívek, igenis politizálnunk kell. Tehát politikai, napi politikai ügyekben is állást kell foglalnunk, a Jézusi értékrend jegyében, elsősorban a szegények mellett, a kizsákmányoltak mellett, a kirekesztettek mellett, a nőktől kezdve bármiféle. De ezt lehet a vatikáni fényes palotákból mondani, ilyen feudális, főúri külsőségekből? Hát ez is kivágta a biztosítékot, hogy politizálni kell a híveknek. Ugye itt állandóan azt halljuk, hogy hát nem politizálunk, a templom nem a politizálás helye. Most nyilvánvaló, ő sem pártpolitizálásra gondolt, és bizonyos politikai csoportoknak a szolgálatára lett gondolt. Ez egyértelműen kiderül a beszédnek a kontextusából, de hogy politizálni kell, ettől nem, ez kötelesség, nem kell ettől félni, ez egy nagyon jelentős, ezt valóban Dél-Amerikából hozta, ahol ő már politizált, ilyen értelemben is. De jó, de mondta, hogy például Lengyelországban vagy Magyarországon is erről még beszéljünk, a klérus nem egyértelműen lelkesedik abszolút érte. Nem. Hát ugye... Viszont ők politizálnak több sokszor. Na most az másfajta. Ha én támogatom a fönnálló rezsimet, mert magát kereszténynek nevezi mondjuk. Hát hogy világi előnyöket az iskolát, pénzt, Lengyelország esete, akkor ez nem politizálás, olyan értelemben ez politikai kereszténység. Ez, amit előbb említettem, az úgynevezett keresztény társadalom, ami tulajdonképpen mindig egy hatalommal összekapcsolódó, nem mindig, de általában összekapcsolódó kereszténység. Ezzel szemben az értékek, érdekek, elnyomottak, kirekesztettek melletti szólás, politizálás, ez más, mint egy rendszernek egy támogatása ilyen-olyan érdekből. Mm-hmm.
persze szóban sose volt gond azzal, hogy a szegények mellett álltak. Természetesen ki, igen, mert a szeretet meg, és hát természetesen, ha megnézzük Európát, mely plurálisan is, meg nem vallásosan is, bár Európa egészen inkább vallásos, mint nem vallásos, bárki bármit gondol, de a gyakorló hagyományos vallásosság már nem jellemző Európára, de hát ugye a szolidaritás, a szociális gondoskodás, azért ez mégis keresztény hagyomány, természetesen a diakónus, ugye aki megjelent a püspökök mellett, amit tulajdonképpen egy nem is a nagy közösségnek volt a vezetője, az már a szegények gondozásáért való felelős volt, az ősegyházba rögtön megjelenik. Ilyen értelem ez lényeges része a kereszténységnek, de más az, hogy én ápolgatom a szegényeket, és más, hogy kritizálom akár az uniót, akár a kormányt, vagy kormányokat, vagy pártokat a szegény politikájuk miatt. Most az utóbbiról van szó, erre a kötelességre hívja fel a figyelmet Ferenc pápa, és hát az itt lenne mit tenni, mondjuk hát azt hiszem hazánk szegénység politikájával kapcsolatban is lehet egy-két dolgot kritizálni. Vagy kellene esetleg az egyházaknak is tenni ezt? Hogyha van ilyen különbség az egyes nemzeti egyházi vezetők és a pápa közt különbség, akkor vajon melyikük tud jobban hatni a közönségre? Most figyeltem a tudósításokat pápának a lengyelországi krakói útjáról, szóval egy ilyen, hát nem is tudom, mint egy rockstar. Tehát, hogy egy idősödő rockstar, most már az Mick Jagger óta a ritkaság. Tehát, hogy aki kiáll, és akkor kiáltsuk együtt, és mondjuk hangosabban, és ott állt, azt mondták, hogy 5-600 ezer ember, tehát irgalmatlan tömeg, és láthatóan működött a dolog, tehát hallgattak rá, azt csinálták, ahogy mondta, tehát, hogy nagyon-nagyon sok emberre hatott, aztán, hogy ez a csoda csak addig tart, ameddig ott vannak együtt, és az, amennek elmúlik-e, azt persze nem tudom, de hogy ott ő megkérdőjelezhetetlen szár volt, és nem azért, mert ő volt a pápa, vagy nem csak azért, mert a pápa az mégiscsak a pápa, hanem mert megtalálta a hangot ezzel a végtelen tömeggel. Ehhez is jól ért, mert hát itt azért voltak, mondjuk a lengyel pápa is egy nagy rétor volt. Az, hogy ő tulajdonképpen itt Lengyelországban, hát ha jól számolom, 8-9 beszédet mondott, ami valamennyire nyilvános volt, mondjuk nyilvános, és akkor mondott még kevésbé nyilvános, én azokra lennék kíváncsi, természetesen, amit ott a lengyel püspökök körében mondott. Ja, lehet, hogy kiosztja ilyenkor őket? De kicsit kívül jó kommunikátor, de talán a sztál allőrök nem olyan erősek. Igen, ő tudott beszélni a fiatalok nyelvét. Most aztán nem úgy értettem, hogy faxnizik, hanem úgy értettem, hogy nagyon sok emberre ad, és a tömeg szereti. A szó legjobb értelemben valóban sztár volt, ha használta a futballnyelvet, de ez nem kellett megjátszani, hogy valóban egy lelkes futballszurkoló, ezt mindenki tudta. Na most az, hogy ismeri a fiatalok szokásait, a netvilágban élnek, ezeket a kifejezéseket is nem kell talán nagyon neki ezt betanulni, hanem természetes módon használta, de másképpen beszélt a klerikusokhoz, tehát megpróbálta, tehát elég jó nyelvtudással bizonyult, és másképp beszélt a vérasztáson, és másképp beszélt a Woodstock terepen, tehát igen, ezt ő tényleg elég jól és hatásosan csinálta. És ilyenkor ott ülnek a lengyel püspökök, és szívják a fogukat, hogy eljátszák a lengyel püspökök egy szíve, egy része hevesen drukkol Ferenc pápának, tehát ők is megosztottak, a másik része pedig már kezdi fogalmazni a következő figyelmeztető levelet föltehetően. Mm-hmm. De hát nincs nekünk erről bővebb tudásunk. Mit látta a magyar katolikus egyházi vezetőt? Ugye egy-egy megnyilvánulást hallunk, hogy ön is említette Bér Miklóst, Váci püspököt, aki azért többször elmondja, hogy ő milyen híve a pápának, ami mondjuk egy katolikus püspök, mondjuk munkaköri kötelesség hát is lenne. Hát bizony nem egyszerűen híve a pápának, bár az is nagy dolog, hogy valóban szívből hívva a pápának, tanúsíthatom, személyes beszélgetésekből is, de hát nem, ő mindig személyesen és hitelesen szól, hanem hát azért ő Ferenc pápa szellemében működött püspöksége alatt, hogy a
a kereszténység gyakorlása ott kezdődik, kedves hívőm, most kimentek a templomból, és akkor hát különböző akciókkal próbálkozott, nem túlságosan nagy sikerrel, de következetesen, hogy egy-egy szegény családot gondozzon, egy-egy keresztény család, falusi szegény... Hát hozott erre hálózatot is létre, intézményeket. Hálózatokat próbál kialakulni, falusi szegénységnek munkát szerezni, cigányok, elég komoly cigány pasztoráció folyik, de ami itt még érdekesebb, tulajdonképpen felajánlotta, hát amikor egyház megyéje a hívei nevében, a hívei mit szólnak, ez pontosan azt azért ő is tudja, hogy itt kihaló falvak, ahol üresen álló házak vannak, szívesen látná muszlim menekülteket, tehát muszlim vallású menekülteket, nem keresztény szíriaiakat. Csupán. Na most ez egy nagyon érdekes dolog. Hát azért olyan ritkosság, a bécsi érsek megnyitatta az egyház intézményeket, igen, és ugye, több ezer embert fogadott és be. És hát ugye amikor megkérdezték Erdő Péter Biborost, hogy mit szól a bécsi érsek, hogy ezer embert, hát nyilvánvalóan a érseki palotában ma hívek vették volna gondoskodásba, tehát a technikai részleteket nem ismerem, akkor Erdő Biboros, hát valamiféle, hát elég bonyolult számomra végső soron egy ilyen magamfajta mezei szociológus számára nehezen érthető jogászkodás, hogy ez jogilag ez nem lehetséges. Azt mondta, hogy ha segítenénk nekik, embercsempészek lennénk. Aztán később ezen finomított, de... Szó sincs róla, mert mi akadálya lenne annak, hogy három magyar püspök elmenjen egy törökországi menekülttáborba, és ott megkérdezze, hogy emberek, ki szeretne eljönni Magyarországra, ahol vannak falvak üres házakkal, ahol ott lévő lakosok, titeket szívesen látnának. Nem hinném, hogy nem lehetne találni. Most kifejezetten nem Európába és Németországba erre, hogy nem lehetne találni több száz embert, és mi akadály lenne, hogy hogy ők ide jöjjenek egy útlevéllel látogatóba, itt maradjanak, stb. Biztos Erdő Péter el tudná intézni, hogy egy gyorsított eljárással ők ezt meg lehessen valósítani. Hát azt hiszem, így kéne gondolkodni. Nyilván mindennek lehetnek jogi akadálya, ha nagyon akarjuk. Kamarás István vallásszociológus továbbra is a vendégünk, és arról beszélt, hogy például magyar püspökök miért nem választanak embereket, vagy működnek közel, hogy menekülőket segítsenek. De hát miközben következhetne ez a katolikus, vagy a keresztény hagyományokból és szokásokból, hogy megteszik, hogy mégsem nagyon lelkesen teszik meg, annak ön szerint mi tartanak a hívők idegenkedésétől, jó pontokat akarnak szerezni a kormánytól, vagy maguk is esetleg azt gondolják, hogy más vallásúaknak ne segítsünk, mert annyi van itt a sajátjainkból, akiknek, hát mondtuk, hogy a szegények, a romák, akiknek segíteni kellene, tehát elviszi az erőnket, erre meg már pont nem jut. Azt mondom, hogy is, de hát persze legyünk szociológusok, akkor hát legyünk. Azért tudjuk, hogy a magyarok és cigányok viszonyát nézzük, akkor nem lenne az olyan nagyon könnyű diadalmenet, mondjuk palócsági vagy nyírségi falvakba betelepíteni nagyon békés hívő muszlimokat. Hát, mondjuk persze ez egy másik kérdés, hogy hívő békés muszlim az Palócföldre akar költözni, vagy München alsóra. Nekem van egy olyan hipotézisem, hogy akik már 3-4 évig reménytelenül tengődnek egy táborba, és nem mindenki azért el a propaganda, nem mindenkinek vannak már meggazdagodó rokonai Németországba, hogy esetleg szívesen jönne, és itt kapna egy házat a mocskos altalajú sátor helyett, tehát ez egy igen. Utópia, írtam utópiát is, egyház utópiát is, lehet, hogy itt most az Istenbohóca rendjének a naivan optimista szociológus tagja szól meg, de van egy ilyen hipotézisem. Nyilván elő lehetne készíteni borzasztó érdekes társadalmi kísérlet volna, hát majd Bermiklós meg is kérem erre felajánlva szociológus barátaim segítségét is, hogy előkészíteni, elmenni néhány ilyen faluba, ahol mondjuk neki jó
reputációja van, vagy átlagosan nyitottabb, vagy már ott is már együtt éltek régen egymás mellett, mondjuk evangélikusok, katolikusok, cigányok, magyarok, előkészte, mit szólnának hozzá, roppant érdekes társadalmi kísérlet lenne. Egyébként azon gondolkozom, hogy ha megkérdezik, hogy mit szólnak, nem tudom, mit mondanak, de lehet, hogyha egyszer csak ott terem pár ember, és akkor kiderül, hogy annak is két lába van, két keze, hát, két füle. Szóval, hogy nem lenne egy akkora csoda, bár hát tudom, hogy szörnyű dolgok történnek, amikor egy faluba aláírás gyűjtenek, hogy a sérült gyerekek otthona ne kerüljön oda. Tehát az ellenpéldák is jócskán vannak. Igen, néhány kisvárosban, tehát faluban is van arab nyelvű doktor. Igen. Az én kifizemadott vállamat is egy iszlám doktor, ez a vezeték meg, hogy iszlám. Igaz, hogy való Azerbajdzsánból jött, tehát a Szovjetunió volt köztársaságából, mindegy. Igen, pontosan erről van szó, hogy egy ilyen együttélés, megtapasztalás, az lényegesen előítéleteket össze tudja zúzni, és egy előkészítés. És hát persze egy olyan püspöknek a tekintélye, mondjuk, mint Bernisztus, azért másokat is lehetne említeni. Igen, ez egy nagyon nagy kalandja lenne a hazai kereszténységnek, és hát nyilván ebbe belevágni, ehhez nagy bátorság kell előítéletmentesség, meg egy jó szél hozzá. Mondjuk azt azért látja a felületes szemlélés, hogy a Magyar Katolikus Egyház, hiszen egy rettentő nagy szervezet, sem egységes ezekben a dolgokban sem. Tehát, hogy Várszegi Asztrik és a bencések egy csomó dolgokban egész másnak, talán ők fogadtak is be menekülteket. Van annak hagyomány, hogy 44-ben zsidókat bújtattak. Most is van talán egy nagyobb muszlim család, vagy kettő, de hát ők meg is mondták előre, hogy neki erre nincs rend. Szerintem a gesztus is nagyon sokat számít, nem? Tehát nem csak azt számít, hogy hány embert, hanem hogy példát mutat. Természetesen mindig, amikor katolikus egyház gondolunk, akkor mindig meg kell különböztetni az egyház felső vezetését. Már ott is mondtunk, legalább két ugye főpapot, akiket mi és a hívek egy része rendhagyónak talál, de hát azért még sok helyen vannak szerzetes rendek, jezsuiták között vannak egyértelműen, magyar jezsuiták között Ferenc pápa hívek. Ferenc is jezsuita volt, jezsuita. Igen, jezsuita volt. Hát mondjuk azt lehet mondani, most a ferencesség meg a jezsuitaságnak egy optimális keveréke. Kicsikő van a ferences lelkületből is benne. Talán ezért is Ferenc szalagra pápaként. Tehát mondjuk azt a katolikus egyház, mint szervezet is nagyon heterogén, és akkor hát vannak ugye egyes plébánosok, akik még felajánlják a templomokat határmenten a menekülteknek, de kétségkívül a hivatalos katolikus egyház vezetése jelen pillanatban nem Ferenc pápa vonalát képviseli az irgalmasságnak ilyen gyakorlati kérdéseiben. Pedig Ferenc pont az irgalmasságról beszélt Krakóban. Igen, és ugye ez nem egy ilyen szent szöveg, hogy ugye Uram irgalmaz nekünk, ez valami. Nem, mert ezt nagyon konkrét mindig lefordítja, hogy mit is jelent irgalmasnak lenni. Az hogy lehet egyébként, hogy két ilyen földrajzilag is, történelmileg is közel lévő országban, mint mondjuk Ausztria és Magyarország, ilyen különbség van a katolikus főpapok véleménye között, mint tettem a bécsi érsek, aki azt mondja, hogy segítenünk kell, és oda kell menni kell, és megnyitatni a mi rendelkezésünkre álló épületeket és ingatlanokat, és meg kell tennünk mindent, hogy segítsünk rajtuk, itt pedig azt mondják, hogy hát ez nem a mi dolgunk. Hát ugye egyszerűen van azért egy történelmi határ. Azért mégis az nyugat, ez még a katolikus az egyetemes, ez nem? Máig az nem, ja, nem az rosszul, hogy egyetemes. Katolikus és egyetemes, most Ausztrián maradjunk. Ausztrián azért volt egy nagyon erős, máig tartó civil mozgalom. És emellé néhány oda, akik a pápát, az előző pápákat bombázták, a reformokat sürgették, és hát mondjuk egy ilyen, mondhatni egészen a polgári, vagy mondjuk hát a vallási engedetlenségi mozgalomig ment ez el, és emellé odaállt néhány osztrák püspök is, és azt lehet mondani, az osztrák püspöki karban több nyitott püspök található, mint a magyar püspöki karban. Ezek a magyaráza különbségek. Ha egy skálán a magyar püspöki kart a nagyon konzervatív és a nagyon modern között el kéne helyezni, akkor merre, hát, mennyire, vagy hol lenne? Sajnos inkább a konzervatív irányba. Most a lengyel és a magyar katolicizmus eléggé hasonlít egymásra. A szlovák is valamennyire.
a cseh azért nem a negyedik, mert Csehország a volt NDK mellett Európa legelvilágiasodottabb országa volt, tehát ott mondjuk nem olyan erős a... Volt egy nagyon rokonszenves, erős föld alatti katolikus egyház, ahol még házas embereket is felszertettek, ez egy másik történet. Hát mondjuk Lengyelországban is a 90-es évek előtt az egyház, mint az ellenállás egyik szervezője nagyon jelentős volt. És ez a Glen People. Most is ott vannak még ezek a most már idősebb papok, akik a barikádon ott voltak, és tudunk, mert hát naponta jelennek meg ott is alternatív egyházi vélemények, jelentős főpapok között is vannak, de jelentős rendfőnökök, jezsuiták, katolikus főszerkesztők, tehát azért Lengyelország is megosztott ebben. Szerencsére. Van ebben valami olyasmi, hogy mondjuk egy magyar főpapnak Róma messze van, Budapest viszont közel, tehát hogy innen kapja azokat a támogatást. Szerkesztő úr, elődi a poén, ja, bocsánat. Igen. Természetesen. Nyilván természetesen. Na de hát most egy magyar katolikus főpap azért akár itt él, akár, de mégse annyira függ ma már a magyar hatalomtól, tehát nincs főkegyúri. Jó, kéne, hát szabad, igen, szabad lehetne. Elég könnyen vált függővé a történeti egyházak, és most kezd kivétel lenni az evangélikus egyház, ahol időnként óvatos, távolságtartó megnyilvánulások vannak. A Ferenc pápa legendárium könyvemet is az evangélikus egyházi kiadó adta ki. És az evangélikus... Érdekesség kedvére említem, bocsánat a személyes partikulat. És az evangélikus püspök egy nagyon vicces előszót írt, egy pápáról, egy pápáról szóló könyvhöz. Egyházaknak nem könnyű a helyzetük védelmükben, ugye mondjuk mind a három történet egyház, katolikus, református, még talán különösen egy idős, hívekből álló egyház, akik nem tudnák magukat fenntartani, egyházak fenntartásához, hát vagy buzdítani kéne a tehetősebb híveket, hogy legalább annyit fizessenek be, mint annak idén egy szakszervezeti tagdíjra. Vagy pártagdíjra. Vagy mint az úgynevezett szekták, amelyek nem szakták, ezek kis egyházak, ahol tizedet fizetnek nem egy helyen, akkor nem lenne gond. Ez nem könnyű a hívek tudatát így megváltoztatni, és bizony el kell fogadniuk ahhoz, hogy fönt tudják magukat tartani. Ez egy nagyon nagy probléma, és hát ugye nehéz visszautasítani azokat a támogatásokat, amelyek ugye direkt módon szerződésesen nem kérnek ellenszolgáltatást, de hát ezt tudjuk, hogy ez így működik, és itt még ez az úgynevezett általam bírált, idézőjeles keresztény társadalom azért még itt még működik. De azt mondja, hogy megveszik őket kilóra. Nem, ezt nem mondom, nem mondom, nem azért, mert nincsenek erre még döntő bizonyítékaim. Ez így kölcsönös, tehát tulajdonképpen ugye gondoljunk azokra az ideológiákra, hogy valóban a nemzet, meg hogy a magyarság, meg hagyomány megőrzése, a keresztény hagyományok megőrzése, és ehhez mi támogatást kapunk. Tehát ez összetettem dolog, de kétségkívül ez a magyar katolikus hívek jelentős részének sem rokonszenves dolog, miközben nem nyúlnak a zsebükbe. Voltak a magyar katolikus történet közelmúltjában is olyan mondjuk itt civil mozgalmak vagy szervezetek, amik nagyon más gondoltak, hogy amit 90 előtt a Bokor bázis közösség, ami aztán tovább élt persze, de hogy még a saját egyházi hatóságaikkal szemben is nagyon határozott véleményeket fogalmaztak meg bizonyos közösségek, hogy léteznek most ma is ilyen alternatív civil katolikus közösségek, szervezetek? Igen, ugye, mint egy közösségek kutatója, annyiban pontosítanám, hogy lényegében minden lelkiségi mozgalom, ez a katolikus terminus, vagy mondjuk bázis közösségi mozgalom, melyek közül egyik volt a Bokor mozgalom, kétségkívül leginkább protestáló, de a többi is a hagyományos egyházi intézményi felfogással szemben alternatívát jelentett. Az is igaz, hogy a többi mozgalom a rendszerváltás után hát egyik részük úgy lojálisnak mutatkozott az intézményes egyház irányában. Mások járták a maguk útját,
Tehát, és megmaradt továbbra is valamelyes alternativitás. Hát igen, az alternatív civil katolikusság, ilyen, ezt is lehet használni, hát egy kicsit ugye furcsa, azért egy-két szerzetes rend, egy-két egyesület, olyan katolikus értelmiség egyesület, mint a Magyar Pax Romana, vagy az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem, ez egy protestáns értelmiségi egyesület. Ezek léteznek a mérleg folyóra szerkesztőség és ennek holdudvara. Az Egyházfórum című civil katolikus lap, tehát nem egyházi intézményi, és hát ennek az olvasói ilyenek vannak. És vannak azért, és most nem nevezem meg őket, hogy ne jelentsem föl őket, olyan plébániák, olyan egyházközség közösségek, amelyek ilyen szempontban alternatív szelleműek. Szerencsére a püspökök azért nem járják annyira az országot, hogy tehát mondjuk nincs lehetőségük, és örülnek, hogy valahol van valami közösségi élet, hát, és általában ilyen helyeken heveny közösségi élet is van. Tehát vannak, de maga az egyház egésze, a hívők ugye fogyasztók, fogyasztják a vallási szolgáltatásokat, a misét esetleg igényelnek még egy jobb szentbeszédet, de különösebb aktivitást az egyházi életbe sem mutatnak, azért hát a tömegegyházakra ez általában világszerte jellemző. Ilyen értelemben nem egészen tisztességes csupán a felső vezetésen elverni a port. Kamarás István a vendégünk, egyházszociológus, egy pici reklám, és mindjárt folytatjuk. Többet ésszel. Műsor az innovációról és a lehetőségekről itt, a Klubrádióban. Minden csütörtökön 13 órától. Reklám. Futás. Pakolás. Úszás. Pakolás. Foci. Pakolás. Falmászás. Pakolás. Tenisz. Pakolás. Bármit is sportoljon, egy jó táskára mindig szüksége lesz. Lendüljön mozgásba, vegye fel a sportritmusát. Tankoljon a kijelölt MOL töltőállomásokon, gyűjtse a matricákat, és szerezze meg az aréna termékeket akár 50% kedvezménnyel. Reklám hangzott el. Reggeli személy. Kamarás István a vendégünk, vallásszociológus. Még egy mondta, hogy az egyetemességre térjünk vissza egy pillanatra, aztán akarok a megnézni. Tudnék, ez nagyon érdekes, hogy a katolikusság, katolikus az egyetemes jelent. De a protestánsok is katolikusnak tartják magukat egyetemesnek. Tehát az egyház, a kereszténység egyetemes. Na most ehhez képest, hogy elég sok ország kereszténysége mag hangsúlyozza, hogy lengyel keresztény, magyar keresztény, és így tovább, és így tovább. Különösen ugye minél itt kelet, Közép-Kelet-Európában. A pápa ez itt is a mostani útja alkalmával ezt leszögette, hogy a multikulturalitás, ő ki tudta mondani, nem másodszorra én is. Ez nagyon érték, a mi egyházunk sok kultúrájú egyház, hiszen ez egy világifjúsági találkozó volt, ott is és sok kultúra jelen volt, ugye, természetesen, de ezt nagyon hangsúlyozza, ezt a fajta sokszínűséget és egyetemességet. Hát ez is üzenet volt éppen Lengyelországban, ahol nagyon lengyel a katolikus egyház, és hát a magyar egyházak, itt ahol tegyük fel, a versengenek akár a magyarságba, mondjuk egy református vagy katolikus egyház, itt azért ez eléggé erőteljes. Természetesen pápa sohasem tagadta, és nem, hogy ne lenne értéke a nemzeti színeknek, értékeknek, ezt ő Argentínában is, bár Argentínában aki szerencsére volt, mert egy tipikusan multikulturális. És az olasz családból származik egyébként. És nagyon sok hely, és hát ott is sok olasz, német, meg egyéb, meg zsidó, ugye. Magyar, mint sok ideje. És hát ott nagyon érdekes módon a pápa is személyesen jóba volt zsidó, muszlim
klerikusokkal. Nem jut eszembe a neve, egy rabbi barátja. A Skorka rabbi barátja. Most ugye hosszan magyarázta, hogy mit gondolhat a pápa. Auschwitz voltán az Observatorium Románóban jelent meg egy írás arról, hogy miért mondta a pápa azt, hogy ott nem fog beszélni. Közös beszélgető könyvet is kiadta. Nagy, egy keresztény zsidó párbeszéd tulajdonképpen az egész könyv. És azért legendáriumban is szerepel a Skorka rabbi, együtt járják Magyarországot. Tehát, a történetben. És hát ez abszolút természetes a Ferenc pápánál, ez aki ott nőtt föl Argentinába. Már Ernő Péter is Svejtszer József főrabival többször szerepelt nyilvánosságban, meg tartott beszédet együtt. Ez meg is, mint gesztus, de nagyon kevés ahhoz képest, amit Ferenc pápa szeretne. Azt szeretném itt a maradék 4 percben megkérdezni, hogy az elmúlt években, amikor látjuk, hogy a magyar politikában egyes pártok mennyire hivatkoznak a kereszténységre, a katolicizmusra, hogy mennyi segítséget adnak a keresztény, vagy az egyházak, egyes egyházak, vagy a bevet, vagy hogy mondják most éppen egyházak működéséhez infrastruktúrálisan, mennyire nő a hívek száma, mennyivel többen járnak templomban, mint mondjuk 6 évvel ezelőtt. 25-30 éve nem nő, tehát a hagyományos egyházias templomba járó vallásosság az fokozatosan csökken. Átrétegződött a vallásosság Magyarországon. Ez 20 évvel ezelőtt, aki vallásos volt, inkább volt nő, mint férfi, falusi, mint városi, képzetlen, mint képzett. Most egyre eltolódik a városi, a magasabban képzett arányába. Tehát nem a szegény falusi néni a vallásos. Ebben ilyen változás van, de a létszám nem nőtt. De ez ugyanaz a vallás, mert most látom, hogy ugye látjuk, hogy egy csomó olyan vallás is nagyon népszerű Magyarországon, tudom, hogy írt a Hare Krishnáról is, amik korábban nem voltak a különböző pünkösdista gyülekezetek, tehát hogy talán megváltoznak maguk a szervezetek is. Nem, ugye hát itt a katolikusokról volt, a reformátusokról, evangélikusokról, akik nem nőttek. A régi ebben neoprotestáns egyházak jelentős részében sem nőtt a híveknek a száma, a hídgyülekezet és néhány még ilyen úgynevezett karizmatikus, pünkösdi jellegű egyház, most a mormonok, de nincs növekedés, tehát szó sincs, hogy a szekták annyira megnövekedtek, mert a szekták most nem a vallás szociológus mondja, hanem a egyszerűen nevezi szektáknak ezeket az új egyházakat. Nem nőtt, de van egy másik érdekes jelenség, ugyanakkor az elmúlt 15 évben jelentősen nőtt, nagyobb arányba, mint ahogy csökkent a rendszeresen templomba járók aránya, kétszer nagyobb arányban nőtt az isteni hívők, transzcendencia hívők, túlvilág hívők aránya. Ez borzasztó érdekes és fontos adat. Tehát, hogy hisz Istenbe, de nem tudja megmondani, hogy melyik Istenbe, vagy melyik... Még esetleg azt is, hogy a zsidó keresztény kultúra istenébe, esetleg még de tehát hiszek Istenbe, de nem vagyok vallásos. Ez ami a maga most, módján vagyok, ezt tudták a kérdésbe. A maga módján vallásos, ezeken kívül van, ők vallásosak a maguk módján, esetleg továbbra is katolikusok, de nem járnak Isten tisztelt. Nem, ez a nem vagyok vallásos, de Isten hívő vagyok. Ez egy jelentős, talán 5-8%-ú. Tehát azt lehet mondani, hogy van azért Isten iránt, transzcendencia iránt kereslet, hogy aztán ebben mennyire számolnak az egyházak, mennyire tudják a vallási közösséget, magukat kívánatossá tenni. Mert az most arra még nincs hosszú idejű történelmi próba, hogy lehet magán, individuális, magánzó módon vallásosnak lenni, mert a vallásosság ugye mindig közösséghez kötődött történelmileg. Lehet, hogy itt beállt egy új fajta dolog, de a vallás szociológusoknak sincs még erre elég bizonyítékuk. Köszönöm szépen Kamerás Istvánnak, hogy elmondta mindezt, csak gyorsan el akartam mondani, hogy mi a rendjének, a kicsit tréfás rendjének a neve, Ordo. Ordo Joculatorum Dei, Isten bohócának a rendje. Nagyon komoly dolgokról beszéltünk Isten egyik bohócával. Köszönöm szépen Kamerás Istvánnak, és önöknek pedig köszönöm szépen az egész